Habár tartalékosan érkezett, mégis a vendég Hódmezővásárhely kezdett jobban az Aligátor vízilabda utánpótlás sportegyesület ellen az OB1-B-s bajnokság 9. fordulójában. Az első negyed után a HVSC vezetett, de aztán megrázta magát a szombathelyi csapat, és a sok kihagyott lehetőség ellenére a szünetben már az Avusnál volt az előny. A második félidőt jobban kezdték az Aligátorok. A vendégek sokáig nem találtak a kapuba, így folyamatosan növelni tudta a különbséget a hazai gárda. Az utolsó negyedre megnyugtató, 4 gólos előnnyel fordult a szombathely. A vendégek egyre jobban fáradtak, az Avus a záró felvonásban felőrölte ellenfelét, és végül fölényes, 15-7-es győzelmet aratott. Ebben már küzdünk egy ideje ebben a nem épp legjobb kezdettel. Múlt meccsen a Neptun ellen, akik az utolsók a táblázatban, azt gondoltam, hogy nem voltunk elég motiváltak, viszont most jöttem rá arra, hogy azért többnyire fiatal játékosaink vannak, és nagy akaratból talán idegesek egy kicsit, és rosszul indulunk, nem csináljuk a dolgokat, amiket edzésen gyakorolunk, és azt gondolom, hogy abból ered ez a rossz kezdet. Az Aligátorok 7 győzelemmel, illetve 2 vereséggel a 3. helyen állnak a másodosztályban, és még 2 hazai meccsük van 2020-ban. Ott szeretnénk telelni a dobogon, mindenáron úgy lezárni még ezt a decemberi tartó időszakot, hogy 2 győzelemmel, és a második fordulóban, ahol vesztítettünk pontokat, ott meg behozni azt a 3 pontot. Az Avus a következő fordulóban a 8. helyezett Oázis SC-t látja vendégül.